Hello, láttok-e? Minden oké? Kicsit mozogni fog meg megint ez a fény, meg mit tudom én itt. Na, sziasztok! Na, várok egy kicsit, amíg összegyűltök. Mi a helyzet, gyerekek? Sokan tudjátok már Facebookról a nagy hírt, de azért gondoltam ide is be gyűvök. Mi a helyzet, gyerekek? Szava Parkinson, szia Misi bá, sziasztok! Lukács ügy. Na, Árpi, mitől ilyen világos a fej? Ez milyen beállítás kell ide ehhez? Én nem tudok vegánél menni, gyerekek, mert mire odaérek, addigra lemegy a nap. Egy-két nap lemegy addigra. Macera? Macerás a beállítás, vagy mi? Na mindegy. Most itt árnyékolok neki egy kicsit. Hetven néző? Hú, baszott. De gyorsan összegyűjtünk. Hú, de világos, várjatok. Na, nagyon jó hír van, gyerekek. Megpróbálom itt tartani. Na. Na, nagyon jó hír van. Most már összegyűjtünk, 527-en vagyunk, király. Na, az a helyzet, hogy megvolt a tárgyalás, az újra tárgyalás, az óvadék újra tárgyalása, és 7500 dollárért lehet Robit kihozni, amit már intézzük, hogy ugye valakinek oda kell vinnie. Illetve hát ezt a csekket, ezt a banki csekket, és hát meg is van a személyre, de Robi még nem ért vissza a gyűjtőbe, még a bíróságról, nem vitték még vissza, úgyhogy még nem is beszéltem vele, de én ezt az ügyvédtől tudom ezt a hírt, úgyhogy meg is kaptuk e-mailbe a végzést, 7500 dollárért kijöhet Robi, 7500. De hát gyerekek, 40 volt, úgyhogy azért így jobban néz ki a dolog, nem? Meddig maradhat? Hát én azt nem tudom, meddig maradhat, de várjatok, itt mindjárt itt állítok a képen. Aha, nem jó. Hát ez nagyon szar, milyen világos a kép. Na. Babocska már otthon van. Megyek hazafelé munkába. Na. Úgyhogy örüljünk, gyerekek. Lassan lesz szabadulós live. Sittes live már lehet, hogy nagyon nem is lesz. De a Zoli már készíti a töltőt, meg a mobil internetet. Úgyhogy lesz neki szabadulós live-ja. Azonnal, ahogy kilép az ajtón. Szerintem holnap már kint lesz. Holnap este már kint lesz.
úgyhogy mindenki örülhet. Szabadulós live lesz, ha minden jó. Most már biztos, hogy kijön, csak ugye bürokrácia van, ott már 9-től délután 3-ig kell odaérni valakinek a pénzzel, és utána, ha leteszik a pénzt, akkor is még 4-5 órát várni kell, és hogyha ugye pont úgy jön ki az idő, hogy akkor már kapuzárás van, akkor csak másnap, úgyhogy nem egyszerű a kijutás, gyerekek. Hát a sztori az úgy volt, ugye, hogy az első tárgyalást az félig meddig az ügyvéd elrontotta, ugye, hogy legyen kire fogni a dolgot. Na, a tárgyaláson az ügyvéd elmondta, mi volt. Az volt, hogy bementek, de majd Robi is úgy is elmeséli. Másik ügyész volt, nem az, aki múltkor, de a bíró ugyanaz volt, és akkor az ügyész, az ügyvéd mondta nekik, hogy hát neki banán farmja van, és hogy arra nem ad fedezetet senki. Ugye, tehát ez az óvadékiroda, és hát nem sikerült a pénzt összeszedni. Ugye sikerült összeszedni, de nem akartuk ezt a nagy pénzt bevállalni, amit Robi. És na mindegy, a lényeg az, hogy az ügyész nézi a 40-et, azt mondja, ezt ki állapította meg, és akkor mondja az ügyvéd, hogy a másik ügyész. Ó, hát ezt nem is érti. Hát ilyen magas összeget, őket ezt nem is, csak a bírónak is mondják, hogy hát ő is csodálkozik rajta, hogy kaphatott ő ekkora összeg ajánlatot az ügyésztől, ugye. És na mindegy, hát ment az egymásra mutogatás, aztán végül is mondták nekik kerekperec, hogy itt nincsen sok pénz, úgyhogy 2 hét alatt nem sikerült összeszedni a pénzt, ugye ezt mondták nekik, és hogy kérik a csökkentését. Most nekem ezt az ügyvéd így magyarázta el, úgyhogy majd Robi elmondja részletesen. De a lényeg, ami a lényeg, hogy akkor azt mondták, hogy oké, 7500 dollár, bum, kalapács, semmi. Na, nincs senkinek semmi kérdése? Nem is tudok több, ennél többet nem is tudok mondani. Köszi Frigyes Zoltán pap minden. Ja, nem Floridába megyek, de hogy most nem. Micsoda dumák. Istenem. Határidő az ilyenkor mindig 2 hetet kapnak az összeg letételéhez. 7500. De egyébként, hogyha most még 2 hetet várna, és azt mondaná, lehet, hogy hát nincsen 7500, csak 2500, lehet, hogy azért is kiengednék, de nem várogatunk itt már semmit. Telik az idő, hogy az idő, hogy a pénz. Nem szalakozom. Bebaszós live-ra leugorjak Floridába, azt mondjátok? Igazából megyek Floridába, csak március végén. Úgyhogy úgy néz ki. Úgyhogy március végén lesz bebaszós live, akkor elmegyek a tanyára. Elkelgetjük shotgunnal a bevándorlási ügynököket, mi? Hát azt hiszem egy gép le van állva, gyerekek. Bányagépekből. Megoldom minden, gyerekek, nem lehet itt izé szarakodni. Az ügyvédnek, de majd elmondja a Robi, hát az ügyvédnek már mi mondtuk meg ugye a végén, hogy mit csináljon, mit mondjon. Egy ilyen fiatal csajt küld az ügyvéd iroda, és eléggé mamlasz volt.
az ügyvéd drága volt, gyerekek, az ügyvéd az egyszer volt 5000, és 2005 volt a két tárgyalás. 7000, olyan 7500-ben van az ügyvéd. Holnap, legkésőbb holnap után kint van a Robi, gyerekek, úgyhogy figyeljétek a live bejegyzéseket. A kitartó, a kitartás betegen átvészelte a sittet, úgyhogy legyetek rá is büszke, mert fel is adhatta volna. De nem adta fel. Meddig marad, az meg kiderül. Ugye innentől majd mennie kell a tárgyalásra, ahol ugye elbírálják, hogy mi lesz a sorsa. De hát ez ugye a következő tárgyalás talán 3 hónap múlva van, 2-3 hónap múlva, akkor ott, hogyha még kell neki idő, az ügyvéd tud kérni egy kis hosszabbítást, úgyhogy igen, székely gyerek nem adja fel soha, jó. A magyar se. Hát itt mindannyian székelyek vagyunk, nem? Vagy nem? Vagy hogy van ez? Honok vagyunk, vagy mi? Mert nagyon megöregedtem. Köszi. Szakállam megnőtt. Ne szomorítsál. Vili, nagyon megöregedtél. Aha. Hát sápott ez az izé kamera. Nem mondjad már, hogy megöregedtem. Olyan világos a kép, hogy persze, úgy nézek ki, mint egy vén ember. Várjátok, mindjárt leparkolok. Vili fiatal, Viki, köszi szépen. Aki... magyar, nem magyar, teljesen mindegy, most várjatok, mindjárt leparkolok. Ahogy úgy fordítom a kamerát, már izé, már így, ha így fordítom, akkor így befakul a kép, ez miért van? Maszatos a lencse, vagy mi? Dobjam a szakát? Sok meló. Ja. Hát azért gyerekeket azért nem vagyok már azért mai csirke. Mindjárt leparkolok. Na, leparkoltam. Miért ilyen világos a kép? Még van hajam, miről beszélsz? Csomó hajam van. Szevasz, drón, tata. Köszi, séró. Ja. Hát ez most így. De itt nem rólam van szó, na. Itt a vegánról van szó. Árnyékolód? Az a baj, hogy tele van minden szarral. De nem is süt a nap. Ezért nem értem. Okay. Na, árnyékoló itt van. Jó ötleteket adtok. Ilyen rossz ötleteket ne adjatok. Kutya, jó van, igen. Csajozós live, vagy... De most...
Effektet? Most már nem, most már kivettem az effektet. Ja, Parkinson, a habocska már otthon van. Már van is négy rész videót, már beszámolt. Rabocska. Igen, szabadulós live lesz, és itt Zoli viszi a töltőt. Nem Budapesten van, ment haza. Nem is tudom, Orosháza. Zoltán Kovács. Ja, itt, ja, hogy itt egy kicsit fehéredek már? Ja. Mindegy. Volt vegán kaja, igen. Hát vegetáriánus kaja. Fogunk találkozni, mondom, megyek március végén izé, Floridába. Szavaz Bálint, Szegezdi. Menj aludni holnap, suli. Ez jó. Van segítség, ja. Van segítség. A drónt viszem, gyerekek, megyek vegánhoz, azt fölveszem én azt a tanyát. Lehet, hogy amúgy is jó lenne felvenni, hogy úgy hirdetni ugye az ingatlan piacon. 7500 az óvadék, még egyszer elmondom. Az majd kiderül, mennyit lehet kint. Elhúzódhat egy fél évig is, ameddig ő akar. Akkor megy haza, amikor akar. Igen, ha megnősülne, nem küldenék haza, de gondolom azért ez habocska. Nem akar erről hallani. Mi a 656? Ó, annyi néző van? Aha, szép. Hát ha oda vinném a detektor gyerekek, ott szerintem ott egyfolytában sípolna, annyi szemét meg vas van ott, úgyhogy nem hiszem, hogy ott olyan túl sokat lehet detektorozni. Ja, lehet, hogy van neki börtöntetkója már, meg kigyúrta magát. Kosarazik, most tegnap előtt is beszéltem vele, és mondta, hogy már meggyógyul teljesen, és már kijár kosarazni egy nap kétszer. 676 gyerekek, szép. Egy nagy banánt tetováltak a mellére. Banana Joe. Viki! Igen, gyerekek, ezt az összetartást szeretném látni mindenhol. Meg kell cáfolni azt, hogy magyarok nem tartunk össze. Mert ugye mindenhol ezt beszélik. Nem tudom, majd kiderül minden, hogy mit tud zöld kártyát, nem zöld kártyát, majd kiderül, ezt nem tudjuk innen még egyelőre. Nincs rá sok esély, ugye a mai időben, mert nem osztogatják mostanában a zöld kártyát, úgyhogy majd kiderül minden. Nem vettem még bányagépet, nem. Akkor akartam, amikor Robit elvitték.
Tudom, igen, boldog születésnapot, Viki, már írtam Vikinek a Facebookon. Úgy néz ki, hogy a rokona megy érte. Van valami másodunak a testvére Rovinak. Vagy a Zoli. Vagy a James. A James-el is beszéltem. Egyébként le a kalappa a gyerekek, a James is nagyon nagy együttműködést mutat. Nem kell átiratni a nevemre a tanyát, minek irassuk át, csak meghatalmazás kell.715 néző gyerekek, wow. Reméljük, hogy a szeméttelepre többet fog Robi járni, mint a Home Depotba. Nem kell már arra a tanyára költeni, szerintem egy fillért se. Majd én is vegán leszek, és akkor megveszem a Robitól a teheket. Mit szóltok hozzá, és akkor folytatom a sót. Nem, nekem való, az persze. Megy Orosházára, biztos vegán, a bocskához. Köszi Zoltán Horváth. Ő is ott lett volna mellettem. Hú, Erik Varga, ezt most összefoglalni. Lejjebb vitték az óvadékot, az a lényeg. 7500 dollárra. Kézi vásárhelyre is megyek, ja. Meg megyünk, meg ő is megy, meg mit tudom én. Várjatok. Jó gyerekek! Ti még nyugodtan beszélgessetek. Én megyek. Majd vegán a szabadulós live-jával, meg majd akkor hétvégén lesz közös live. Csinálunk egy, már beszéltük a Robival, hogy erről csinálunk egy valami Amerika adást. Aztán ebben a Robi be fog számolni, mert ugye valami Amerika adás az arról szólt, hogy ugye akik ki akarnak jönni, azoknak tanácsokat adjunk, de ugye most már ez is meg lett tapasztalva. A film az meg majd forog tovább, a film az majd készül. Hát azt elhihetitek, hogy lesz egy 6 órás live-ja, ahogyha kijön. Csarni is hívott, kérdezte. Csarni is felhívott, amikor Robit elvitték. Majd csinálok live-okat én is, meg majd egy kicsit a videózásra odafigyelek, Attilával beszéltük már. Meg lesz kincskereső is, meg minden. Várjuk a jó időt. Hát Csarni ott van a Facebookon. Motivációs előadónak készül. Nem akarok most itt neveket mondani, hogy ki segített ki, nem majd a Robi mondja, ha akarja, meg
nem akarok személyeskedni, meg semmit, meg akik is felajánlották, ők megkértek, hogy ne mondjam, hogy tehát mindegy, az a lényeg, hogy nagyon, nagyon, nagyon rendesek vagytok. Ugye mindenki tudja, hogy kihez, kinek szól ez, de nektek is, ugye, aki még, aki effektív nagyon nem tudott segíteni, de szorított, nagyon sokan szorítottatok, nagyon sokan írtatok, majd Robi is megköszöni, de én is köszönöm, mert jó, sok jó ötlet volt, sok jó kívánság volt, és ilyenkor ugye a sok jó kívánság az, ami igen, Levó, küldi egyet. Van menyecske, csak nem magyar, és valami ügyes magyar menyecske kellene. Imivel már nem tartom a kapcsolatot. Ugye Imi volt, apósom volt. Nem én miattam, hanem a család döntött úgy, hogy nem diskurál velem. Kincskereső, ott van a lejátszási listában, kincskereső, az a címe. Kincskeresés, sorozat. Köszi, Dánia. Ja, azt, igen, Tünde, az jó lesz. Hát, Viki is jó lenne, csak Viki foglalt. Nekem kicsit, tehát nekem nem olyan szűk a kör, amiben keresgélek, mert nekem nem kell, hogy vegán legyen. Oké, Magdi néni majd kerít valamit. Mi volt az? Ó, köszi, gangster, ja, igen. Szép, persze, szép lánya. Nem csak azt nem sokan mondhatják el, azon nevettünk a vegánnal, Robival, hogy azért nem sok live-ot mutattok a YouTube-on, ami a shitről történik. Shittes live-ot. Már bebaszós live, már láttunk egy jó párat, de meg ilyen-olyan live-okat, de shittes live-ot nem sokat lehet látni. Ráki. Ráki gyerekek nagyon öreg szegény, már szegénynek nem sok van hátra. Úgy látom, valahogy azt láttam a Rakiba így a videóról, mint amit a Fraknál végignéztem. Ilyenkor elkezdenek fogyni, öregedni szegények. Jaj, 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 jaj. Rakinak szerintem már nincs sok hátra, sajnos. De boldogott, meg már azért szép kort megélt. Van Raki is, meg van már vagy 12-13 éves. Hol van itt nagy jelentkezés? Várjatok, mert itt úgy pörög a chat, hogy hol van jelentkezés? Persze, hát örülni fog. De mondjuk Robi azt mondta, hogy utóbbi időben már aki nagyon, már szomszédban is van egy kutya, ugye a Jamesék farmján, a volt James farmon. Oké, Zoltán Horváth, mert csinálok egyet. Mert csinálhatunk, ja. Ott találtam rá Vikire, ugye, azon az aminózus társkeresős live-on, annó. De közben elkelt a művésznő. Amúgy is túl fiatal hozzám. Mennyien jöttök most? Igen, ott irogattam fészen, ja.
Hát nem tudom, ezek után ki fog kijönni csaj látogatóba. A bocska után. A Viki nagyon aranyos, ja. Ja, szép lánka. Minden esetre, aki jön látogatóba, akárkihez is, az menjen el 3 hónap múlva, vagy ne azt a címet írja be, ahova megy, ha maradni akar. Ja. Kilép az útra, mi és akkor... Erik Tóth, nem tudjuk mennyi időre jön ki, majd kiderül. De 7500 az óvadék. Írjatok rám, hogy hogy lehet ezt a iPhone-t megcsinálni, hogy ne legyen ilyen világos, amikor live-ozok. De érdekes, mert ez valami szoftveres hiba lehet, úgy gondolom, mert amikor simán videózok vele, magamat veszem, akkor jó. Csak a Glide-nál meg ennél. Ó, szia Simpson Life, te is itt voltál? Üdv. Van már Trabant? Ne, én nem androlidozok, gyerekek. Jó, de azt most gondolom nem tudom beállítani közben itt live-ba, ugye? Nagyon fényérzékeny. Látjátok, így elveszem, pedig nem süt nap. És ez csak a YouTube-nál meg a Glide-nál csinálja. Simán nem. Fény felé fordítsam el. Aha. Így. Ja, hát itt csak a háték kúl a világos itt. Vagy innen? Köszi. De hogy nem, azért vannak jobbak. ₹642 néző gyerekek, wow. Persze, így van, mindenkinél van jobb. Hát már kezdem feladni, Viki, azért. Mármint azt. Ne kelljen elmondanom még egyszer. Ne kelljen még egyszer elmondanom, valaki írja le. Így van, én akivel együtt vagyok, vagy barátom, vagy valami, akkor az... Oh my God, Viki! Szevasz, Blake. Ja, így van, nem szabad. Nem azt adtam fel, hanem a Wikit kezdem feladni. A csajozást nem adtam fel. Menyecske keresést. Hát igen, mondasz valamit. Igazából magyar menyecskét magyar földön kell keresni. 28 szeretnél, nem ettem kürtös kalácsot.
Nem adjuk fel, mint James Bond se ad fel semmit, ugye? Hát, ja, de most ha már pénzért kell csajt venni, akkor az már nem olyan. De vagy nem, azt is próbáltam. 007. Idén, figyelj, gyerekek, idén nekem most már egy magyar menyecskének össze kell jönnie, mert idén nagyon-nagyon sok... Ah, már megint itt valaki megőrült. Igen, tehát össze kell jönni egy magyar menyecskének idén, mert idén, gyerekek, nagyon sok, már nagyon sok rossz dolog történt velem. Nem tudom, most mennyi a benzin, 3 dollár egy galonnal. Viki, mi a baj, mi a baj? Nyomja már valaki ki ezt a Béla kis, tehát széttrollkodja a csetet. Így van, jó beszélsz. Ja, jönnek a trollok, úgyhogy én el is köszönök. Erdélyben jó csajok vannak, ja. Mindenhol jó csajok vannak Magyarországon, Erdélyben. Viki, ne búsulj. Igen. Aztán megjött a troll hadsereg, úgyhogy én elköszönök. Még egyszer köszi mindenkinek a jó kívánságot. Robi kint van egy-két napon belül most már, úgyhogy aztán a szabadulós live-ot meg majd a között. Na itt vagyok, elnézést kérek. Filozófiának el kell mondani. Most látom, csak közben James hívott, gyerekek, a James hívott, hogy mi van már. Szia Zsófi, az történt, hogy levitték az óvadékot 7500 dollárra, 40 ezerrel, úgyhogy jó hír van. Úgyhogy kéne beszéljünk, lehet, hogy te közel vagy Miamihoz, nem is tudom. Valakinek el kell menni Robit kivel, de az Oli is elmegy, vagy a James, ja. Úgyhogy jön ki Robi, holnap kim van. Nem, itt vagyok, gyerekek, itt vagyok, csak hívott a James. James is már filózik, hogy mi van. Aggódik. Ja igen, te a másik oldal. Jó, nem szóltam. 7500. 7500. De hát az nagyon baráti a 40-hez. Oké, és gyerekek, akkor el is köszönök. Megjavult a kép, mert megy le a nap. De hát nézd meg hátul ott hátul, meg hogyha ide teszem a kezem, akkor nem tudom, mitől van ez. Na szóval, ennyi a lényeg, gyerekek. Jön ki Robi, aztán majd lesz live. Na csók. Na pá. El vagyok menve, pá. Még egyszer csókolunk Viki születésnapodon.